Egyelőre megállíthatatlan a koronavírus, Kínában már 80 fölé emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja, becslések szerint 6 millió zsidó vesztette életét. Fölényes győzelmet aratott a kormánypártok jelöltje a győri időközi választáson, kikapott az ellenzéki összefogás. Helikopter balesetben életét vesztette Kobe Bryant, az amerikai kosárlabda legenda 41 éves volt. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Egyelőre megállíthatatlanul terjed a koronavírus, már több mint 80-an vesztették életüket, míg 460-an válságos állapotban vannak Kínában. A betegség több mint 10 országban van jelen. A szomszédos Ausztriában ezekben a percekben is vizsgálnak egy fertőzés gyanús légiutas kísérőt. Magyar fertőzöttről továbbra sincs hír. Hétfő reggel tartott sajtótájékoztatóján a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság bejelentette, alig 24 óra leforgása alatt 56-ról 80-ra emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma, és közel 770 új beteget regisztráltak. A fertőzöttek száma ezzel meghaladta a 2700-at, több mint 450-en válságos állapotban vannak, ezért félő, hogy az áldozatok száma hamarosan tovább emelkedhet. A fertőzés gyanúval megfigyelt páciensek száma is robbanásszerűen nőtt, bő 12 óra alatt több mint kétszeresére emelkedett, megközelítve a 6000 főt. A szakértők figyelmeztettek, a fertőzés további terjedését csak a lakosok tudják megakadályozni, fontos a rendszeres kézmosás és az utazási korlátozások betartása. Kritikus pillanatába értek a járvány megelőzésére és korlátozására tett erőfeszítéseink, szükséges a teljes lakosság mobilizálása, fontos, hogy minden egyes háztartás teljes körűen alkalmazza a prevenciós lépéseket, figyelmeztetett a szakember. Országszerte szigorú utazási korlátozások léptek életbe, teljes településeket és városrészeket helyeztek vesztegzár alá. 3 nappal meghosszabbították a holdújévi szünetet annak reményében, hogy a munkaszüneti időszakban kevesebben hagyják el otthonukat. A kényszer szabadság Sánkhájban egészen február 10-éig tart. Az egyetemek is zárva maradtak. Van, ahol határozatlan időre elhalasztották a tavaszi fél év kezdetét. Gőzerővel folyik az építkezés a járvány epicentrumaként emlegetett közép-kínai Wuhan városában. Egy új mobil kórházat létesítenek, ahol kizárólag a vírusos fertőzésben szenvedő embereket fogják ellátni. Orvosok és ápolók százait helyezték át a városba, a fertőzés ugyanis a wuhani egészségügyi szakembereket is megtizedelte. Nem csak Kínában terjed a vírus, 10 országban összesen 44 esetet regisztráltak az Egyesült Államoktól, Ausztrálián át egészen Franciaországig. Rendkívüli intézkedések léptek életbe a bécsi Ferenc József Császár kórházban, miután egy fertőzésgyanús légiutas kísérőt vettek gondozásba. A karanténba helyezett beteg kivizsgálása még tart, szállodai szobáját azonban hermetikusan lezárták. Különleges biztonsági előírásokat foganatosítottak a prágai nemzetközi repülőtéren is. A cseh egészségügyi miniszter bejelentette, a megelőzés céljából minden utas tájékoztatnak a fertőzés tüneteiről. Fel szeretnénk hívni az utasok figyelmét a fertőzésre, annak érdekében, hogy tudják, mit kell tenni akkor, ha felismerik valakin annak tüneteit. Ismeretterjesztő táblákat helyezünk ki szerte a repülőtéren, az átvilágítások bevezetése azonban egyelőre nem lenne megalapozott, mondta a tárcavezető. Válságstábot hívott össze a szlovák kormány, bár északi szomszédainál egyelőre nem regisztrálták az új koronavírust. Peter Pellegrini kormányfő a prevenció lehetőségeiről kívánja tájékoztatni a felelős minisztériumokat. A budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren egyelőre nem léptek életbe különleges intézkedések, az üzemeltető azonban jelezte, készen állnak az egészségügyi ellenőrzés megkezdésére. Javasolt a maszk használatot. Szlávik János, a délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa vasárnap az M1-en arról beszélt, az átlag magyarnak nincs oka az aggodalomra. Nem kell aggódni annak, aki Magyarországon él, aggódni annak kell, aki Kínából, ebből a tartományból érkezett 2 héten belül, lázas, a tüdőgyulladás tünetet mutatja, és súlyos állapotban van. Az infektológus hozzátette, már több gyanús esetet is megvizsgáltak. Magyarországon eddig egyetlen alkalommal sem mutatták ki a koronavírust. Eddig 6 magyar állampolgár jelezte, hogy a lezárt kínai tartományban él, azonban mindannyian egészségesek. A pekingi magyar nagykövetség pedig folyamatosan kapcsolatban van velük.
Mostanáig összesen 81 halálos áldozatot regisztráltak, több kínai vállalat pedig a háromnapos munkaszünet hosszabbításon felül is azt kérte munkavállalóitól, hogy inkább még pár hétig otthonról dolgozzon. Ráadásul két új megbetegedés megdöntötte azt a feltételezést, hogy a koronavírus csak az idősebbeket tudja megfertőzni. Pekingből Nagy Marian tudósított. A fertőzöttek nagy része még mindig a 40 és 60 közötti korosztályba esik, ám sajnos szomorú hír, hogy például a dél-kínai Guangxi tartományban egy 2 éves kislány is megfertőződött, míg Pekingben egy 9 hónapos csecsemőnél is észlelték már a kort, tehát az információ, miszerint ez csak az időseknél veszélyes és a gyerekeket elkerüli, ez sajnos úgy látszik, hogy ezek az esetek megcáfolták. Tovább nőtt a brazíliai áradások halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint 53-an vesztették életüket. 19 ember eltűnt, ezért félő, hogy az áldozatok száma tovább nő. Az áradás és földcsuszamlások épületek százait tette lakhatatlanná. Eddig 20 ezer lakost kellett kitelepíteni otthonából. Emberemlékezet óta nem esett ennyi eső Kelet-Brazíliában. 24 óra alatt 171 mm csapadék hullott. Az előrejelzések további heves esőzésre figyelmeztetnek, 99 városban rendkívüli állapotot hirdettek. Csaknem 40 halottja és 1600 sérültje van a péntek esti törökországi földrengésnek. Folyamatos a mentő akció, több emberről is tudják, hogy túlélte a földrengést, tartják velük a kapcsolatot, de egyelőre nem tudták kiemelni őket a romok alól. A 6,8-es erősségű rengés több tartományban is károkat okozott, csak nem 700 utórengést mértek, 500 ház rongálódott meg. Ismét tüntetések rázták meg Irakot, az országos demonstrációk több városban is erőszakba torkollottak, a rendőrök a tömegbe lőttek, egy ember életét vesztette, sokan megsérültek. Eközben vasárnap éjjel rakétatalálat érte az amerikai nagykövetséget az úgynevezett bagdadi zöld zónában. Legkevesebb 3-an megsérültek, a támadást eddig senki sem vállalta magára. Felgyújtottak 2 autót és egy hidat a tüntetők a dél-iraki Nassariában. Ismeretlenek pedig lángba borították a tiltakozók táborát. Közben vasárnap éjjel rakéták csapódtak be a követségek közelében a bagdadi zöld zónában. Egy közülük eltalálta az amerikai nagykövetség épületét. Legalább 3-an megsérültek, a támadást senki sem vállalta magára. Vasárnap ismét országszerte kormányellenes tüntetések voltak Irakban. Egy kifeszített iraki zászló alatt ezrek vonultak utcára Bagdadban. A többségében fiatal demonstrálók a korrupció megszüntetését, a kormány távozását és új választások kiírását követelték. Politikai pártoktól és politikusoktól mentes független országot akarunk. Olyan vezetőt, aki nem áll kapcsolatban egyetlen párttal és kormánnyal sem, mondta egy demonstráló. A tiltakozók a tüntetések ikonikus helyszínére, a Tahrir térre vonultak. Ám a békés megmozdulás nem sokkal később erőszakba csapott át. A tüntetők kövekkel és gyújtópalackokkal dobálták a rendőröket. A rendfenntartók könnygázzal oszlatták a tömeget, éles lőszert is bevetettek. Egy demonstrálót agyonlőttek, az összecsapásokban legkevesebb 22-en megsérültek. Az országos megmozdulások annak ellenére folytatódtak, hogy Muqtada as-Sadr síita vallási vezető felszólította híveit, ne vegyenek részt a kormányellenes tüntetéseken. A befolyásos hitszónoknak Bagdadban és az ország déli részén több millió támogatója van. Követői szombaton lebontották sátraikat és elhagyták a tüntetők táborát Bagdadban. Közben Muqtada as-Sadr újabb Washington ellenes demonstrációt hirdetett. Azt akarja elérni, hogy az Egyesült Államok vonja ki csapatait Irakból. A kormányellenes demonstrálók úgy érzik, elárulták őket. Azok a testvéreink, akik a kezdetektől velünk voltak, sajnos most magunkra hagytak minket. A tüntetések kulcsfigurái voltak, útmutatást adtak nekünk, de most otthon ülnek, mondta egy demonstráló. Irakot október óta bénítják meg a tüntetések. A tiltakozások során a biztonságiak eddig legalább 500 embert agyonlőttek. Kicsúszott a repülőtéri leszállópályáról, és az utcán állt meg Iránban egy utasszállító repülő. A járaton 150 ember utazott, senki sem sérült meg. A gép Teheránból érkezett egy déliráni reptérre, és landoláskor a leszállópályának csapódott, amitől kitörött a futóműve. Szakértők szerint a tragédia csak egy hajszálon múlt, mert a repülőgépnek épp hogy sikerült lakott területen kívül megállnia.
Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja, 75 éve, hogy felszabadították az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábort. Az évforduló alkalmából Jeruzsálem után Lengyelországban is megemlékezést tartottak a túlélők. Ma a világ vezető politikusainak, köztük Orbán Viktor miniszterelnöknek a részvételével emlékeznek a holokauszt áldozataira Auschwitzban. Egymást támogatva, meg-megtorpanva lépték át az egykori haláltábor kapuját az Auschwitz-Birkenaut megjárt túlélők. A koncentrációs tábor felszabadításának 75. évfordulója alkalmából látogattak el a lengyelországi emlékhelyre. Én 1944 végén kerültem ide. A tábor 45. január 27-én szabadult fel. Minket, fiatal gyermekeket egy barakban tartottak fogva. A legtöbb barátomat elvitték. Soha nem láttam viszont őket. Nekem nagy szerencsém volt, hogy túléltem. Emlékezett vissza egyikük. Még ma is fájdalmas róla beszélni, a testvérem is velem volt Auschwitzban. Őt lelőtték. A mai napig nem mondta el nekem senki, hogy miért, mondta egy másik. 1940 és 45 között több mint 1,3 millió embert, többségében zsidót deportáltak az auschwitzi haláltáborba. Közülük több mint 1 millióan a gázkamrákban végezték, vagy egyéb könyörtelen körülmények között haltak meg. A Magyarországról odahurcolt zsidók száma meghaladta a 430 ezret. Közülük több mint 350 ezren soha nem tértek haza. Azt mondtam magamnak, vagy megszöksz innen, vagy meghalsz. Valahogy sikerült becsempészni magam a konyhába, ahol krumplit pucoltam. Így volt mit ennem. Emlékezett vissza egy 95 éves túlélő. A haláltábort végül 1945. január 27-én szabadították fel a Vörös Hadsereg katonái, akik mintegy 7500 végsőkig legyengült foglyot, főként nőket és gyerekeket találtak a falak mögött. Az Auschwitz-i Múzeum ezzel kapcsolatban megjegyzi, történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el a szabadságot. A lengyel parlament még 1947-ben hozott létre múzeumot az auschwitzi koncentrációs tábor helyén az áldozatok emlékére. Az auschwitzi haláltábor a holokauszt jelképévé vált, felszabadításának napján minden év január 27-én szerte a világon megemlékezéseket tartanak. Zsidó-keresztény imaórát tartottak Budapesten. Az ökumenikus imahetet lezáró szertartást Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek vezette. A bíboros arról beszélt, idén a zsidó-keresztény imanap egybeesik a holokauszt emléknapjával, így különösen fontos az emlékezés. A zsidóknak és a keresztényeknek ugyanaz a küldetése, az isteni szeretet közvetítése, tette hozzá Erdő Péter. Ebben a szeretetben bízva építjük tovább alázattal és imával a hidakat, amelyek az idősebb és a fiatalabb testvért összekötik, és amelyekre az emberiségnek olyan nagy szüksége van. Ebben segítsen minket a mindenható Isten. Fölényes kormánypárti győzelem született tegnap Győrben az időközi polgármester választáson. A Fidesz-KDNP jelöltje Dézsi Csaba András óriási előnnyel verte meg összellenzéki ellenfelét. Több mint 56%-ot szerzett, míg az ellenzéki Polrejsz Balázs csupán 39%-ot. Az eredmények azt mutatják, hogy megerősített a támogatás a Fidesz és a KDNP mögött, hiszen Győrben 2010 óta nem szavaztak annyian a kormánypártok jelöltjére, mint most. Nagyon szépen köszönöm a győri polgároknak a bizalmát, azoknak, akik megtiszteltek azzal, hogy rám adták a voksukat, elmentek szavazni. Elsőként a választók bizalmát köszönte meg Dézsi Csaba András, aki vasárnap este a voksok több mint 56%-át szerezte meg az időközi választáson. Ez 24 ezer szavazatot jelentett. Ellenfele az MSZP-s Porrejsz Balázs, aki mögé a DK, a Párbeszéd, a Momentum, az LMP és a Jobbik is beállt, a voksok 39%-át kapta meg, valamivel több mint 16 ezeren voksoltak az ellenzéki jelöltre, ami egyben azt is jelenti, hogy az ellenzék rontott októberi eredményein 2000 szavazót veszítettek őszhöz képest. A győriek választottak a mai napon. Porrejsz Balázs mindennek ellenére úgy látta, az ellenzéki együttműködés sikeres volt. Egyértelműen látszik, hogy a győriek is értékelik azt, hogyha a pártok összefognak. Porrejsz Balázs egyúttal gratulált a Fidesz-KDNP jelöltjének a győzelemhez, és felajánlotta az új polgármesternek, hogy közösen dolgozzanak a városért. Eldőlt az, hogy a város továbbfejlődik-e,
vagy pedig elindul egy lejtőn. Nagyon fontos dolog az, hogy együtt mi győriek építhessük tovább Győr városát. Dési Csaba András arról beszélt, a választók felelős döntést hoztak, és a jövőjüket szem előtt tartva voksoltak. Az újdonsült polgármester azt ígérte, már hétfőn megkezdik a munkát. Erősíteni fogja a város autóipari centrum szerepét, és végrehajtja a kampányban bemutatott programját. Egy nyitott városházát szeretnék elindítani, ami azt jelenti, hogy a politikusok, a városvezetők megkérdezik rendszeresen a lakosság véleményét arról, hogy hogyan képzelik el Győr város jövőjét, és nem csak a problémákat kérdezzük meg, hanem a megoldásokat is. Az időközi választást azért kellett megtartani, mert Borkai Zsolt a megválasztása után lemondott a polgármesteri posztról. Neki októberben alig több mint 19 ezer szavazatot sikerült szereznie. Dési Csaba András javított ezen az eredményen, majdnem 5 ezerrel több szavazót vitt az urnákhoz. Ráadásul Győrben 2010 óta nem szavaztak ennyien a kormánypártok jelöltjére, mint most. 2006 óta 5-5-ször nyert a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Győrben. Új korszak fog elkezdődni Győr életében azt követően, hogy Dési Csaba András a kormánypártok jelöltje fölényesen megnyerte az időközi polgármester választást, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István mindenkinek megköszönte a részvételt, és úgy fogalmazott, ez a választás a párt számára nem csupán egy választás volt, hanem becsületbeli ügy is. Dési Csaba András polgármesterségével egy új korszak fog elkezdődni Győr életében. És nekem van szerencsém ismerni polgármester urat, és biztos vagyok benne, hogy a győriek bizalmát, amit tegnap megszerzett a választáson, azt kőkemény munkával fogja meghálálni. Innen is szeretnék gratulálni polgármester úrnak, és jó munkát kívánni neki az elkövetkezendő 5 évre. Holnap újabb Magyarország ellenes akciót tart az Európai Parlamentben a magyar ellenzék, mégpedig Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára kezdeményezésére. Erre hívta fel egy közösségi oldalára feltöltött videóban a figyelmet Hídvégi Balázs. A Fidesz EP képviselője úgy fogalmaz, Gyurcsányné ezúttal is a magyarországi soros hálózat embereit hívta meg, hogy együtt szíthassák hazánkat. Emlékeztek, amikor két hete Donát Anna és Cseh Katalin a soros hálózat hazug vádjait mondták fel az Európai Parlamentben? Ez nem egy kivételes eset volt. Az ellenzéki EP képviselők folyamatosan a hazájuk ellen politizálnak Brüsszelben. Itt a kezemben a meghívó. Most kedden például Gyurcsányné szervezi a következő ilyen akciót az Európai Parlamentbe. Egy olyan jelentést fognak bemutatni, amelyet az oktatói hálózat készített. Ez a hálózat, amelyet soros pénzzel már a kvóta népszavazás ellen is tiltakozott annak idején. Ebből is látszik, hogy valójában azért támadják Magyarországot, mert mi magyarok nemet mondunk a migránsok betelepítésére. De akárhány ilyen lejárató akciót is fognak szervezni. Mi, kormánypárti képviselők, ki fogunk állni a magyar érdekekért, és nemet mondunk a bevándorlásra. Közvetlenül a gyöngyöspatai családokkal próbál egyeztetni az állam a szegregáció miatt megítélt 100 milliós kártérítésről. A kormány szerint ugyanis a roma diákokat képviselő soros hálózathoz tartozó alapítvány abban érdekelt, hogy feszültséget gerjesszen, és még nagyobb legyen a botrány, nem pedig abban, hogy megegyezés szülessen. A kormány továbbra is azt javasolja, hogy oktatás-képzés formájában kapják meg a kártérítést a cigány családok. Én azért kapok pénzt, mert engem minket szegregációba csináltak. Ez a gyöngyöspatai fiatal nemrég arról beszélt a Hír TV-nek, hogy az iskolában elkülönítve tanították őt és roma társait, és kiabáltak is velük. A gyöngyöspatai általános iskola volt igazgatója azonban máshogy látja. Molnár Károly úgy fogalmazott, csak verbálisan fegyelmezték a tanulókat, hogy fent tudják tartani a rendet. Többször előfordult viszont, hogy szülők bántalmazták a tanárokat. Nagyon sok olyan eset volt, amikor minősíthetetlen hangon beszéltek velünk. Volt fizikai bántalmazás is az elmúlt másfél évtizedben, és azt gondolom, hogy egy tanár, aki erre teszi az életét, nem ezért indul a tanári pályán. Ezt kelljen neki nap mint nap elviselni, és az utóbbi időben pedig már mindennapossá váltak ezek.
A feszültség nem tett jót az iskola hírnevének. Az elmúlt 15 évben kevesebb, mint a felére csökkent a diákok létszáma. Az oktatók többsége pedig felmondott. Bizony-bizony előfordult olyan, hogy sírva jött ki tanáróráról, mert olyan feleleteket kapott, olyan személyét érintő megjegyzéseket, amik tisztesség ne essék le. Bennünket. 2004 óta tart a feszültség a Gyöngyöspatai Általános Iskolában. A szegregált oktatásra hivatkozva egy Soros Györgyhöz köthető civil szervezet indított pert 2015-ben. A bíróság döntése szerint az érintett 62 roma diáknak összesen 100 millió forint kártérítés jár, de ezt az összeget sem az önkormányzat, sem a tankerület nem tudja kifizetni. Ráadásul 2013 óta az állam a fenntartó. A kormány pedig pénz helyett oktatást ajánl. Tovább tanulás, 22 éves gyerek mit csinálj? Meg 23. A gyöngyöspatai cigányvajda szerint az érintett fiataloknak pénzre van szükségük, nem tovább tanulásra. Szerinte az érintettek se írni, se olvasni nem tudnak, ezért felesleges őket iskolába járatni. A településen többen felháborodtak ezen. Nem akartak az azok még tanulni. Az a baj, az a legnagyobb baj. Pénz kellene csak, de tanulni nem akar egy se. A pénz egyébként az igazolatlan hiányzások idejére is jár. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az is kapna kártalanítást, akinek a nagymamáját 2 év börtönbüntetésre ítélték tanárbántalmazás miatt. A probléma megoldásának a kulcsa nem egy gyors, nagy összegű készpénz. A tankerület és az önkormányzat most közvetlenül indít egyeztetést a gyöngyöspatai ügy károsultjaival. A felajánlott képzések részleteit hamarosan levélben küldik el nekik, közölte vasárnap az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Rétvári Bence azt mondta, a gyöngyöspatai romákat képviselő alapítvány nem az ott élők segítésében érdekelt. Legfőképpen abban érdekelt, hogy valahol a Soros hálózat tagjaiként további feszültséget gerjesztenek, és minél nagyobb összegű kártérítéseket próbáljanak a különböző állami szervekből, önkormányzatokból, tankerületekből kisajtolni, és ennek a pénznek egy részét nem tudjuk pontosan, hogy mire használni. Nekünk azonban az álláspontunk, hogy ez nem a diákok érdekét szolgálja, ez egyedül politikai és pénzszerzési célokat szolgál. A diákok helyzetét az segíteni, hogyha valóban azt a képzést megkapnák, ami az életben való boldoguláshoz szükséges. Az államtitkár hozzátette, az ingyenes szakképzés és nyelvi oktatás mellett az állam fizetné a hátrányt szenvedett tanulók vizsgadíjait és utazási költségeit is. A Mi Hazánk mozgalom legnagyobb ellensége az a Jobbik, amely összefogott Gyurcsány Ferenccel, hogy egymás között osszák el a közpénzt a baloldali kerületekben. Erről a pártelnöke beszélt az M1-en. Torockai László a Jobbik új elnökét modernkori Kumbélának nevezte, mert mint mondta Jakab Péter, csak beszél a dolgozó emberekről, de köze nem sok van hozzájuk. Jakab Péter, a Jobbik újdonsült elnöke, akit én a modernkori Kumbélának neveztem, mert állandóan a nép nevében beszél, de körülbelül annyi köze van a dolgozó magyar néphez, mint Kumbélának. Tehát ez a Jakab Péter esküdtett Gyurcsány Ferenccel közösen a parlament lépcsőjén, tehát nyilvánvalóan ez hazugság, és ennél talán fontosabb, hogy jelenleg is együtt dolgoznak az önkormányzatokban. Tehát közösen osztják, akár Újpesten, vagy akár más, akár Soproni Tamás kerületében osztozkodnak, osztják a közpénzt, annyi alpolgármesterük van, hogy már egyszerűen nem is lehet számolni. Sem Botka László, sem pedig elegendő számú képviselő nem volt jelen a Fidesz által kezdeményezett rendkívüli közgyűlésen Szegeden. A cél az volt, hogy kiderüljön, vannak-e még az önkormányzatnál felelősei az ingyenes, kiosztott parkolóbérleteknek. A VIP-bérletek miatt hűtlen kezelés büntettében már bűnösnek mondta ki a gyulai törvényszék a volt városi főjegyzőt, az egykori alpolgármestert és Botka László polgármester jelenlegi kabinetfőnökét. Az ítélet szerint 29 millió forinttal károsították meg a várost. A mai határozatképtelenség miatt nem tudtak vizsgálóbizottságot felállítani. A Fidesz frakció vezetője bejelentette, újra kezdeményezni fogják a rendkívüli közgyűlés összehívását. Tápai Péter szerint törvénysértések sorozata történt, a városvezetés pedig még a demokrácia látszatára sem ad.
Botka László korrupciója behálózza a szegedi önkormányzatot és a bíróságot is, mondta Budai Gyula. A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette, a Szeviép ügy rávilágított arra, hogy Botkáik miként tartják zsebükben Szegedet, és miként befolyásolják az igazságszolgáltatást. Azt is mondta, hogy a károsult kisvállalkozóknak nemhogy igazságot szolgáltattak volna az eljárás során, de a bíróság másodfokon felmentette a Szeviép ügy vádlottjait. A Szeviép ügy, tehát amellett, hogy Botka és Szeged legnagyobb korrupciós ügye, a bírósági korrupció gyanúját is felveti. Ez azért nagy baj, mert a csődbe ment kisvállalkozók azért mentek a bíróságra, mert hittek az igazságszolgáltatás függetlenségébe. És nem csak őket, hanem minden magyar állampolgárt Magyarországon megillet az igazságszolgáltatás függetlensége. 161 ezer forintra emelkedett a minimálbér januártól, ami több mint a duplája a 10 évvel ezelőttinek, mondta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor hangsúlyozta, az utóbbi évek dinamikus bérnövekedése után a kormány arra számít, hogy 2020-ban is közel 9% körüli béremelkedés valósulhat meg. Hozzátette, ezek a béradatok az Európai Unió vonatkozásában a negyedik legnagyobb, míg a V4-ek közül a legnagyobb növekedést mutatják. A kormány évek óta folyamatosan arra törekszik, hogy a bérek növekedjenek, és hát elmondható, hogy 2010-től 2019-ig a családi adókedvezményt is figyelembe véve 87%-kal emelkedtek a bérek. Nyissa újra az Európai Bizottság a méztermelést szabályozó irányelvet, ezt kérik Brüsszeltől a méhészek, és ezt kéri 16 tagállam is. Ezért a kérdés az agrárminiszterek tanácsülésének napirendjén is szerepel. Nagy a baj, és az EU mézpolitikája tarthatatlan, jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki találkozott a belga fővárosban tüntető méhészekkel. Fogy a méhállomány, a méhészeket pedig tönkreteszi az Ázsiából érkező olcsó műméz. A méhészet kicsi, de stratégiai ágazat, tette hozzá a miniszter, aki egyebek között több támogatást és világos eredet megjelölést vár a bizottságtól. Sokkal szigorúbban határozzuk meg, és tüntessük föl a mézes üvegek címkéin azt, hogy a méznek milyen eredete van. Az nem elég, ami most van, hogy Európán kívül és Európai Uniós méz keverékét tartalmazza az üveg. Nevezzük meg melyik országból, nevezzük meg ezeket az arányokat, hogy milyen arányból zajlik. És tudjuk fölhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy az igazi eredeti mézet válasszák. A vádlottak utolsó szójogán tett nyilatkozatával folytatódott a tábornok perként ismert ügy megismételt tárgyalása a fővárosi ítélőtábla katonai tanácsa előtt. A vád szerint három dandártábornok, akik közül ketten főosztályvezetők voltak a Honvédelmi Minisztériumban, megegyeztek abban, hogy a honvédségnek különböző szolgáltatásokat nyújtó cégektől a megrendelések fejében visszakérik a kifizetett összegek egy részét. A katonai ügyészség szerint a vádlottak 2002 és 2010 között, tehát a Medgyesi, illetve a Gyurcsány kormány idején több mint 200 millió forintot kértek és kaptak vissza a vállalkozóktól. A megismételt eljárásban másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla február 24-én hirdett jogerős ítéletet a tábornok perben. Egy gázriasztó lőfegyvert és 195 lőszert találtak a pénzügyőrök egy osztrák autóban Röszként, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az ellenőrzéskor sofőrülés előtti szőnyeg alól egy török gyártmányú gázriasztó lőfegyver került elő. A kocsi hátsó ajtóinak tároló rekeszeiből pedig 195 9 mm-es gázriasztó lőszert pakoltak ki a pénzügyőrök. 10 produkció látható a Dal 2020 szombati első műsorában. A sorozat három válogatójából összesen 18 dal jut a két elődöntőbe, a március 7-i döntőben pedig 8 előadó versenyzik majd. Idén is a nézők látják el az 5. zsűritag szerepét az SMS szavazatokkal, de a tavalyihoz képest lesz némi változás, hogy még nagyobb szerepük legyen a győztes dal kiválasztásában. Az adások a Duna Televízión és a Duna Wordon láthatóak majd. Az idei versenyről és a résztvevőkről a Dal 2020 honlapján találhatók részletes információk, extra tartalmak, videók és cikkek is.
Hamarosan forgalomba kerül a Balatonbor 5. évjárata, az első termelői összefogásra épülő bormárka, kifejezetten a balatoni bor régió területéről szüretelt olasz rizlingből készült bor. Bambek Gabriellától kérdezzük a részleteket, hogyan dönt a bírálóbizottság. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. A közelmúltban a Balatonfüredi Vincenapi borünnep keretében tartották meg az idei Balatonbor első bírálatát. Azért fontos hangsúlyozni, hogy az elsőt, mert az előző évek gyakorlatával szakítva idén nem csak egy, hanem három bírálatot tartanak. Az első körben 14 pincészet szerzett jogot arra, hogy lepalackozhassa a régiós nedűt. Egyébként egy origó rendszerű vakkostolással dönt a bíráló bizottság. És hogy mit kell tudni magáról a Balatonborról. Nos, 5 évvel ezelőtt a balatoni kör és a Riesling generáció közös gondolkodásából született meg ez a bormárka, és az fontos hangsúlyozni, hogy ez az első közösségi összefogással készült régiós bormárka. A vakkostolás próbáját kiálló, a bírálaton átment pincészetek saját maguk palackozhatják le ezt a bort, viszont azt is fontos hangsúlyozni, hogy a dizájn, a megjelenés, az arculat, az egységes, minden címként megjelenik a Balaton jellegzetes türkis színe. Az is nagyon fontos, hogy csak és kizárólag a régió jellegzetes szőlőjéből született olasz rizlingből lehet lepalackozni ezt a bort. Az első palackok várhatóan márciusban kerülnek majd forgalomba, a hivatalos bemutató pedig április 25-én Badacsonyban lesz. Bambe Gabriellának köszönjük szépen! Fergeteges hétvégéjük volt azoknak, akik szeretik a sportot és a magyar sportolókat. Egyszerre két világversenynek is Magyarország volt a házigazdája. Debrecenben a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a Liu testvérek egyéniben mindent megnyertek, amit megnyerhettek. És közben 21 év szünet után Európa-bajnok lett a férfi vízilabda válogatott, de a nők szombati bronzáról se feledkezzünk meg. Óriási sikernek örülhetett szombaton Magyarország a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya EB-n. Először Liu Shaoang szerzett aranyérmet 1500 méteren, majd 500-on Liu Shaolin Sándor arany, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert. Szép volt, srácok, így gratulált közösségi oldalán a kettős győzelemhez Orbán Viktor. A Phoenix csarnok vasárnap is megtelt, Erdős Máté az összes magyar versenyző eredményére büszke, de a legjobban a Liu testvérekért szorított. Nekem nagyon tetszett. Főleg, hogy a fiúk három érmet is hoztak nekünk. Vasárnap még két aranyat és két ezüstöt nyert a két magyar. Több sportágban is izgulhatott az ország a magyar sportolókért a hétvégén. Vasárnap délelőtt már másodszor csapott össze egymással Fucsovics Márton és Roger Federer az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Bár a magyar sportoló végül veszített, az önmagában is siker, hogy eljutott a nyolcad döntőig egy Grand Slam tornán. Közösen nézte a meccset egy kisebb társaság abban a budapesti teniszklubban, ahol Fucsovics Márton a versenyeire készül. Nagy dolognak tartjuk azt, hogy egy ilyen klubban tudunk felkészülni, és mi is teniszezni, valamint szurkolni Marcinak, ahol ő is nap mint nap végzi a felkészülését. Amíg bent a mérkőzést nézték, addig a jövő reménységei a pályán edzettek. Visontai Milán példaképe Fucsovics Márton. A fiú több trükköt is ellesett már tőle. Az, hogy magyarként ilyen kis országba le lehet jutni oda, ahova ő a legjobbak közé, az engem nagyon-nagyon motivál, hogy én is egyszer eljussak oda. Minden jól sikerült, röptének örültek Nyíregyházán. Korábbi edzője büszke, hogy Fucsovics Márton az esti főmérkőzést játszhatta Melbourne-ben. Óriási érzés, hogy az innen a nyíregyházi salakra oda el tudott jutni, ez minden képzeletet felülmúlt. Ez már Győr és egy újabb sport, a kézilabda diákolimpia. Itt a fő téma a férfi válogatott EB szereplése volt. Nagyon nagy küzdőszellemük volt, az látszott, minden meccsen oda mentek. Sajnos a végére elfáradtak, de ez benne van. Ez egy jó kis út, amit tovább kell menni. A lelátón többen arról beszéltek. A magyarok első három meccse álomszerű volt, a csapat bátran játszott, példamutató volt a kitartásuk. A válogatott azzal együtt, hogy a végén már gyengébben ment, a erején felül teljesített. Mielőtt kezdődött volna az EB, nem gondoltam volna, hogy a csoportból tovább jutnak, ahhoz képest ragyogóan szerepeltek. Az elmúlt napok sikersorozatából a vízilabdázók is kivették a részüket. Óriásit fordított szombaton a női válogatott a bronzmérkőzésen. Három gólhátrányból jöttek vissza a magyarok, így végül megszerezték a bronzérmet.
2016 után ismét világversenyen állhatott dobogóra a válogatott. Hajrá, Magyarország! Vasárnap este már meccs hangulat volt a Duna Arénánál, az utcák megteltek, az ország minden pontjáról érkeztek szurkolók. Többen az arcukat festették nemzeti színre, vagy parókát vettek fel. A férfi vízilabda válogatott játszott döntőt a spanyolokkal. Úgy gondoljuk, hogy gyönyörű gólok lesznek. Napközben is a döntőre készült az ország, Tatabányán egy vízilabda tornán a női válogatott bronzérmével, és a férfiak Montenegró felett aratott győzelmével motiválták a gyerekeket a jobb teljesítményre. Erről is beszéltünk egy pár szót a ma esti EB döntő kapcsán, hogy milyen nagyszerű ez, hogy a felnőtt válogatott EB döntőt tud ma játszani. Békés Csabán pedig a játékosokat állították példaként a gyerekek elé egy tornán. A kisgyerekeknek ez egy nagyon nagy példa, hogy edzenek keményen, vegyék komolyan az edzéseket, és ilyen magasságokba is el lehet jutni. A férfi válogatott már a döntőbe jutással megszerezte az olimpiai kvótát, vagyis biztosan ott lesz Tókióban.